Szabó Gábor, a Navbács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatósága tájékoztatási főosztály vezetője tartott előadást a Városháza kisházasságkötő termében, ahol a 2018-as évi adóváltozásokról esett szó. Mint ahogy arról már részletesebben beszámoltunk, az új évben ingyenessé válik a nyelvvizsga, hiszen sikeres komplex felmérő esetén visszakérhető a befizetett összeg. További jó hír a diákok számára, hogy a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt biztosított nem pénzbeli jutatások, ideértve az utazási költség térítést is adómentessé válnak. Továbbá a munkáltató a saját elhatározásából egyéb juttatásokat is adhat, például jutalom vagy prémium formájában. A diákhitel törlesztésében is segítséget nyújtanak az új évtől, hiszen két gyermek vállalása után a tartozás 50%-át, míg három vagy több gyermek után a 100%-ot elengedik. Azonban a vállalkozó kötelességei is nőttek, hiszen január 1-től minden olyan számlára, amelynek az áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 forintot, a vevő adószámát fel kell tüntetni. A szálláshely szolgáltatóknak is akad jó hír, egy helyet 3 szobáig választhatják a tételes általány adózást, ami eddig szobánként volt 38.400 forint. Azt már minden katás tudja, hogy amennyiben az év utolsó napján 100.000 forintot meghaladó tartozása van, akkor kikerül a kata rendszeréből. Ez idén annyiban változik, hogyha emiatt elindult ellene a megszüntető eljárás, de a határozat jogerőre emelkedéséig befizeti az elmaradást, megmaradhat a kata hatája alatt. Emellett 2018-tól a felsőoktatási intézmények hallgatói is bekerültek a másodállású, azaz a 25.000 forintos kata kategóriába, illetve immár az ügyvédi irodák is választhatják ezt az adózást.